Az elmúlt évek tánckoncertjeinek legsikeresebb produkcióiból láthatott válogatást a Bolero Remix közönsége. A 78 tagú zenekar mellett 200 fős kórus és 50 táncos lépett színpadra. Nyilván az utolsó szám a Bolero, amely meghatározta ennek a félidőnek a műsorát. Azonban kiemelném mindkét félidőből a zeneszámok koreográfiáját. Úgy álmodta meg főzeneigazgatónk, hogy nem valami bombasztikus hangvételű darabok adják a csúcspontját a tételeknek, hanem bensőséges, gyönyörű, szívhez szóló és nagyon lelke gyönyörködtető zenék. Az ének, a zene és a tánc egymást kiegészítve, így szerves egészet alkotva jelenik meg a színpadon, minden évben újat és magasabb színvonalat nyújtva a közönségnek. Felnőtt az együttes egy olyan szintre, ahol már alátanulunk más budapesti nagy produkcióknak, ilyen a Budavári Palota koncert, és már gondolkodunk rajta, hogy a következő koncert is valami hasonló lesz, valószínű a musical irányába fordulunk, ahol egy nagyszabású nemzetközi Broadway produkció alá fog tanulni a zenekar. A kórust négy település énekkarainak tagjai alkották, a tánckart pedig a Budapest Táncszínház, a Pécsi és a Szolnoki Balett, a Közép-Európa Táncszínház társulata, valamint a fővárosi Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium hallgatói alkották.